Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját láthatják 2022. november 9-én este 7:30-tól. Szombaton tartják a Bács-Kiskun megyei zongoristák találkozóját. Imár 19-jére szervezik meg Szendrei Imre emlékére. 87 pályázatmű érkezett az első Szarka Vera országos hímzőpályázatra. Szakmára került az első díjért járó jutalom. Remek munka folyik a Méhecskék házatáján. Faragó Lászlóval beszélgettünk. Szombaton tartják meg városunkban a nagy hagyományokkal bíró Bács-Kiskun megyei zongoristák 19. találkozóját. A Szendrei Imre zongora művész tiszteletére szervezett rangos eseményen közel 100 növendék mutatja meg tehetségét. Szendrei Imre kalocsai születésű zongora művész emlékére szervezték meg 19 évvel ezelőtt az első találkozót. Azóta csak egyszer, 2020-ban maradt el a járványhelyzet miatt. Az első találkozóra 5-6 iskola jelentkezett, inkább csak érdeklődés jelleggel, hiszen akkor még nem tudták, milyen lesz a rendezvény. A minden egyes alkalommal a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában megtartott találkozó mostanra kinőtte magát. A kamaraterem többször bizonyult szűkösnek a növendékek és a vendégek számára, így volt, amikor a folyósóra kitett székek is megteltek. Ilyenkor a kísérő pedagógusok és a szülők kivetítőn tudták követni a gyermekek fellépéseit. A találkozókon már a 6-7 éves korosztály zongorához ülhet. A résztvevőknek mindössze 2 megkötést kell figyelembe venniük, 2 darabot játszhatnak, valamint nem léphetik át a meghatározott műsoridőt. A szakmai zsűri 2 különböző karakterű darabot vár, illetve a nagyobbak Liszt és Chopin darabokkal is készülnek, hiszen Szendrei Imre Liszt és 2-szeres Chopin díjas zongora művész volt. A szervező kalocsai iskola minden évben hangsúlyozza, hogy ez az esemény nem verseny, hanem az ifjú tehetségek találkozója, és ez a mai napig is így van. A fellépő növendékek egytől egyig ajándékkal térnek haza. A mostani egésznapos programot is több cég, üzlet és intézmény is támogatta. 2022. november 5-én kerül sor az első Szarka Vera országos hímzőpályázat szakmai napjára, melynek keretében megnyílt az első Szarka Vera országos hímzőpályázat időszaki kiállítása is. A pályázók és az érdeklődők a Hagyományok Háza, Homokmégy község önkormányzata, Kalocsaváros önkormányzata, a Kalocsai Múzeum barátok köre és a Viski Károly Múzeum meghívására érkeztek a Városi Galériába az első Szarka Vera országos hímzőpályázat időszaki kiállítására. A pályázatra határon innen és túlról is jelentkeztek, közel 100 pályamű érkezett. A program a Kalocsai Mezei Virágok népdalkör dalaival vette kezdetét, majd a vendégeket először Simon Zoltán alpolgármester köszöntötte. Sokan vannak, akiknek nem csak tetszik, hanem művelik is a népművészetnek ezt az ágát, a népi hívzést, ami azt hiszem, hogy nagyon nagy mértékben ez a típusú népi hívzés Kalocsavároshoz kapcsolódik. Kalocsavárosnak rendkívül fontos a népművészete. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy rendelkezünk egy ilyen nagy múltú népi hagyománnyal, amit a hímzés, a pingálás, de a néptáncok is nyugodtan ide sorolhatjuk. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy e hímzőpályázatnak és a Városi Galériában nyílt kiállításnak köszönhetően az egyéni alkotók is lehetőséget kaptak munkájuk bemutatására. Romsics Lászlóné, Szarka Vera halálának második évfordulója a napokban lesz. Az ő tiszteletére rendezték az országos hímzőpályázatot. Vera néni élete, munkássága és személye egyaránt meghatározó a kalocsai sárköz népi hagyományainak őrzésében. Mindenről Jenei Anikó, népi iparművész is szólt. Egész élete tudásának a továbbadásáról szól. Érdekelte a múlt, amit nem tudott, vagy valamire nem emlékezett, azt kutatta. Bement a múzeumba, megnézte, hogyan készült, utána jár, mikor vették fel azt, hogyan hordták. A hagyományok tisztelete mellett újított.
mert kipróbálni régi elfeledett motívumokat teljesen új funkciókban. Így születtek meg új alkotások, virágok. Amíg írt, pingált, mesélt és mesélt. Régi szokásokról, viseletről, eseményekről. A köszöntő beszédek után a legjobb pályamunkák alkotóit díjazták. Az első helyezésnek járó jutalmat Répási Jenő névehette át, aki ezt a csodálatos ruha együttest álmodta, majd valósította meg. Nagyon boldog vagyok, nem is számítottam rá. Hát egy ilyen stilizált ruhát csinálta, az enyém ez ugyanolyan, mint a most az unokámnak készítettem, hogy bármikor ezt esküvőre, színházba, bárhova föl lehet venni. Hát nagyon színvonalas a kiállítás, nagyon örülök neki, és hát a Verára nagyon szívesen emlékezünk, nagyon sokat voltunk együtt, vidám, mosolygós volt, most biztos fentről figyel ránk, és hát nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és hogy első díjas lett. A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatta, a Szarka Vera Országos Hímzőpályázat eredményhirdetése, kiállítás és emléknap című pályázat keretében. A kiállítás 2022. november 26-áig, kettő szombatig, 13 és 17 óra között látogatható a Városi Galériában. Faragó Lászlóval, a Méhecske Sport Egyesület elnökével beszélgettünk. Régen találkoztunk már, rengeteg esemény történt a gyerekekkel. A több mint 150 fővel rendelkező Méhecskék Sport Egyesület remek utánpótlás munkát végez Kalocsán. Nem csak a kimagasló sportolói számból kifolyólag, hanem az országban egyedi edzéstervnek is köszönhetik az eredményeiket. Nálunk mindig a szeptember a kritikus pont, mert ugye nyár elején elmennek a gyerekek nyári szünetre, és hogy ki jön vissza szeptembertől, meg hát az újak, ugye, hogy jönnek vissza. Hát kezdeném a lentről, a kicsiktől. Ugye a kicsik, hál' Istennek, most nagyon jól visszajöttek, sőt, egyre többen vagyunk. Ők ugye még nagyon bajnokságban nem szerepelnek. Most itt gondolok a U7, U8, U9, 10-11-re. Ők a Bozsik program szerepelnek, mint bajnoki rendszernek nevezhető valamibe, és elég jó sikert érnek el, tehát ők ott vannak a legjobbak között ezeken a Bozsik programokon, és a legkisebbek, a 7-8-9, azok a déli régió ligában is megméretik magukat, ott van azért valamennyire eredmény is, tehát ott jegyzik az eredményeket. Hát ebben mióta ez a déli régió létezik, mi mindig ott vagyunk azért az élen, most is elég jó eredményeket élnek el a gyerekeink. Idén lett 20 éves jubilóma Méhecskékese. Ezt sajnos idén nem tudták megünnepelni a megemelkedett energiaárak miatt. Ha megyünk följebb, ugye az U12-13 az már együtt van, őnekik kimondottan bajnokságuk van. Itt két csapatot indítottunk a bajnokságba, egy A-t meg egy B-t. Ugye a KFC-nek kötelező itt indítani csapatot, mi indítunk helyettük, tehát van egy KFC Méhecskék, meg egy Méhecskék csapat. És én reménykedem benne, most nagyon úgy áll a tabella, hogy az első-második helyen a két Méhecskés csapat fog végezni. Ők nyerik a meccseiket, hál' Istennek, nagyon ügyesek a gyerekeink. És hát ugye, ha tovább lépünk, az U14-nek már komoly bajnoksága van. Az U14 szintén vezeti a tabellát, annak ellenére, hogy ott is, mint hát általában mindenhol, mi mindig úgy vagyunk, hogy mindenki ott játszik, hogy a tudásához mértem való. Általában mindig fiatalabb korosztályokkal indulunk a magasabb korosztályoknál. Hát itt egy ilyen vegyes kép van, de itt is ugye nagyon sokszor a fiatalok is bekapcsolódnak a mérkőzésekbe, és kimondottan jó szerepelnek. A folytatást Sipsz után című sportmagazinunkban láthatják majd, kedves nézőink. A múlt hét csütörtökön tartott képviselőtestületi ülésen határozott a Kalocsai Önkormányzat képviselőtestülete arról, hogy az évente egyszer kötelezően megtartandó közmeghallgatás december 8-án délután 5 órai kezdettel tartják meg a Városháza dísztermében. Bár a vonatkozó jogszabály ezt nem írja elő, de a közmeghallgatás a testületi üléseken szokásos formaságokat követően rendszerinti polgármesteri beszámolóval veszi kezdetét, amelyben a polgármester ismerteti az elmúlt időszak főbb történéseit, kihívásait, eredményeit, a továbbiakban pedig a lakosság él szó. A közmeghallgatás jogintézményének célja, hogy a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői, például egyesületek, egyesülések közvetlenül intézhessenek kérdést, vagy tegyenek javaslatot a képviselőtestületnek a helyi közügyeket illetően.
A közmeghallgatás formailag testületi ülés keretében zajlik, de ezúttal a parlamentáris keretek között bárki hozzászólhat. A várost érintő közügyekre vonatkozó kérdésekre az illetékesek helyben adnak választ, illetve amennyiben ez nem lehetséges, utólag írásban válaszolnak. Most kérdezzenek, most tegyenek javaslatot. A felkészülésre még egy hónap áll rendelkezésre. Szvétek Balázs, a Kalocsai Kézilabda Klub férfi felnőtt MB2-es csapatának edzőjét kértük, értékelje ki az elmúlt 2 hét eseményeit. 2 hete hazai pályán fogadta a KKC csoportban újoncnak számító Csömör csapatát. Kielezett mérkőzést láthattak a kilátogatók, aminek döntetlen maradt a vége. Ugye egy nehéz mérkőzésre készültünk a Csömör ellen ugye 2 héttel ezelőtt. Egy hosszabb kihagyás után játszottunk újra bajnoki mérkőzést. Megmondom, hogy szintén volt bennem ezzel kapcsolatban egy kis félelem, mivel úgy gondolom, hogy a Siklós, a Hőgyész, illetve a Kiskörös ellen szerzett pontok, illetve pontokkal egy lendületbe jött a csapat. Ez egy picit ott megtört ugye, abban a 2 hetes szünetben. Ennek én azt gondolom, hogy egy picit a levét hittük meg a mérkőzéssel. Ezzel hozzátartozik egy jó erőkből álló, egy fizikálisan nagyon jó felkészített csapat ellen játszottunk. Azt mondtam akkor a fiúknak az öltözőben, hogy az első fél idő alapján veszítettünk egy pontot, a második fél idő alapján nyertünk egy pontot. Így összességében én azt gondolom, hogy igazságos eredmény született a döntetlennel. Bár azért maradt bennem egy kicsi hiányérzet hazai pályán, én azt gondolom, hogy ezt a csapatot le tudtuk volna győzni. De nyilván ne legyünk azért teljesen negatívak, még egyszer mondom, a második fél idő alapján azért igazságos volt a döntetlen. A múlt hétvégén az egyik nagy riválishoz látogatott a Gárda, Mecsek Nádasdra, ahol egy gólos győzelmet aratott a KKC. A tabella azt mutatja, hogy a Nádasdi alakulat nem a legjobb formájában van, de ez ne tévesszen meg senkit. Mecsek Nádasdra utaztunk, akik egy picit talán ebben a szezonban gyengébb eredményeket érnek el, bár én azt kértem a fiúktól, hogy az ne altasson el minket, ne csapjuk be magunkat. Ez még így ebben az összetételben sem nem egy rossz társaság, akiknek úgymond igazából semmi veszíteni valójuk nem volt ellenünk. Én a fegyelmezett játékot kértem a fiúktól. A küzdelemmel és a hajtással én azt gondolom, hogy nem is volt probléma. Az első 10 perc, 4 órában egy olyan iramot diktáltunk, amit nem lehetett végigbírni. Ott a saját gyors játékunknak, illetve a saját iramunkba fáradtunk már egy picit. Nem játszottunk jól, de én örülök neki, hogy egy picit rosszabb játékkal is azért sikerült idegenbe győzelmet aratni, mert azért ebben a bajnokságban, ahol mondhatjuk azt, hogy elég érdekes eredmények születnek, minden idegenbeli győzelem nagyon fontos. És ami lényeges volt, és ezt még a mérkőzés előtt mondtam el a fiúknak, hogy nem mindegy, hogy milyen lelkiállapotban megyünk bele a hétvégi Nagykanizsa elleni mérkőzésbe. Az elkövetkezendő hétvégén egy nagyon nehéz mérkőzés előnéznek a fiúk, ugyanis a tavalyi bajnok Nagykanizsa csapata érkezik Kalocsára. A tavalyi bajnok Nagykanizsa, akik igazából anyagi okok miatt nem tudták vállalni nyáron a magasabb osztályban való indulást, a tavalyi bajnok csapatuk egybe maradt, illetve még 2 játékos csatlakozott hozzájuk, akik MB2-es szinten remek játékosok. Ez meg is látszik az eredményeiken, veretlenül vezetik a bajnokságot. Én azt mondom, hogy legyünk reálisak, hazai pályán sem mi számítunk a mérkőzés esélyesének, de nyilván nem azt jelenti, hogy feltartott kézzel fogunk felmenni a pályára. Én biztos vagyok benne, hogy a fiúk mindent meg fognak annak érdekében tenni, hogy minél jobb eredményt érjünk el, és nyilván ennek a szellemével készülünk a héten a mérkőzésre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb pénteken találkozunk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!